Köszöntöm nézőinket, Kovács Szilvia, a polgármester asszonnyal beszélgetünk, hiszen elkezdődött a konyhakertek zsűrizése. Zsűri már javában dolgozik, mi is itt vagyunk egy szép kertben. Hogyan is tartanak, hol tartanak, mi mindent tudtak eddig már megnézni. Így van, elkezdődtek a kertbejárások. Mi, a mi zsűri párosunk vasárnap már 16 kertet bejárt, és nagyon jó tapasztalatokat szereztünk. Gyönyörűbbnél gyönyörűbb, csodálatosabbnál csodálatosabb kertteket láttunk. Minden kert rendben volt, minden kert gondosan gondozott volt, gyommentes, amit külön irigylek a kertgazdáktól. És azt kell, hogy mondjam, nagyon sok friss tapasztalatokat tudtunk szerezni. Mindenki lelkesen mesélt arról, hogy milyen módszerekkel, fortéjokkal próbálja a kertjét még szebbé, még gazdagabbá és egészségesebb növényes kultúrává tenni. Illetve különböző tapasztalatokat is beszereztünk, de ezeket majd megfelelő keretek között fogjuk majd összegezni a végén. Azt hiszem, most tényleg mindenki megkínlódik idézőjelbe téve a kertjével, hiszen most is volt zuhi tegnap előtt is, tehát egy kicsit megtépázta a már szépen fejlődő növényeket. Gondolom azt azért a esőkárokat nem veszik figyelembe, hanem csak azt, amit tényleg a gazda megtesz a saját kis kertjében. Így van, a jóisten Kun lány lévén nagy erő próba elé állított engem, hiszen tavaly, amikor ezt először megkérdettem, akkor a szárazság sújtott bennünket. Most az ellenkezőjét kaptuk meg, a sok esőt, és ennek kell nekünk megfelelni. Én úgy gondolom, hogy látszik a kertekem a sok eső, látszik az, hogy később kellett, illetve később lehetett elkezdeni a kerti munkálatokat, de ezt mindezt figyelembe véve, ahogy az előbb is mondtam, már nagyon szép kerteket láttunk. Érdekes, hogy bizonyos növények nagyon szépek, és bizonyos növények nem annyira sikeresek. Átlagosan azt lehet elmondani, hogy nagyon sok helyen nagyon szép a zöldbab, a krumpli, és csak azoknál szép a petrezselyem, illetve a sárgarépa, akik a havazás előtt el tudták vetni ezeket a magokat, illetve a zöldborsó az nagyon sok esetben nem igazán jól sikerült, szép még a retek. És hát igen, ahogyan az előbb is mondta, nagyon-nagyon rányomta a bélyegét a kertekre a sok eső, hiszen nagyon sok növényt megtépázott, illetve vagy nem kelt ki, vagy pedig nyurga lett, és nem igazán úgy nő, ahogy a gazda szeretné. De hát azt hiszem, hogy ez még nőhet, meg változhat. Következő hetekre én még a zsűrinek jó munkát kívánok, hiszen azért lesz még a több mint 40 kertet végigjárják, és utána a tapasztalatokat össze fogjuk gyűjteni, és akkor megbeszéljük, hogy mik is a tapasztalataik önöknek. Jó munkát kívánunk önöknek! Köszönjük szépen, és remélem, hogy még szebb kerteket fogunk látni, illetve minden kert olyan szép lesz, ahogyan az eddigiek is ilyen szépek voltak. Hamar Gyuláék kertjében vagyunk, már tavaly is jártunk itt, és megnéztük akkor gyönyörű paradicsomokat, paprikákat. Most is látjuk, hogy már nőnek, de hát egy picit az időjárás önöknek is egy kicsit késleltette. Mi mindent próbáltak itt megtenni a kertben, hiszen látunk új dolgokat is. Hát mivel késett az egész munka, volt időnk egy kivételes pontnak eleget tenni, amíg úgy szólt, hogy a eső öntözést alkalmazzuk. Tehát forrott kút van, de mink azt kizárjuk. Úgyhogy az esőzéssel kapcsolatosan tettünk le ezt a szennyvízcsöveket, kiukaszgattuk, végig az udvaron halad, és lejtéssel a régi derítőbe van vezetve. Mert ugye már az most nincs szükség rá, és onnan motorral, slaggal megy az öntözés, és nagyon lágy a víz, nagyon jó. Ugyanakkor itt az alsó épület legvégénél meg tetettem a vizessel ilyen vízlopót, ami kiviszi a gyönyörűen a hordóba, és akkor onnan meg van, átvezessük ide be az 500 literesbe, és ha nagy kánika lenne, már előre biztosítottuk, hogy akkor csepegtetővel megyen a paprikára, paradicsom, uborkára, ami hát nagyon vízigényes. Úgyhogy ez már a tavalyihoz képest egy előrelépés. Előrelépés még az, hogy az idén már mint 12 fűszernövényt tudtunk telepíteni. Külön kis helyet kapott, aztán a férjem kedvence a faiskola, azt is megcsináltuk a különböző kis csemetéket el, hogy majd később ugye vagy beszemezzük, vagy beoltjuk, és akkor itt a hátsó teret szeretnénk vele ezt a szélső részt beültetni, már idáig 11 darabot ültettünk is, hogy ne a nád látszom már itt, hanem az utókornak, mert lehet, hogy mi már nem fogunk róla lenni, de azért mégis más képet ad, hogy egy kis gyümölcsös rész látszik ott kina, nem a tószéle. Mi minden van most vetve, akkor a fűszernövényeken, paradicsom, paprika, azon kívül mi minden van még?
Na hát ott a két ház között, ott majd megtetszenek látni, ott van sárgarépa, zöldség, bab, borsó, sonkahagyma, a lila meg a fehér, akkor erről van a főznivaló kukorica, a patiszon, a cukini, a tök, akkor hátrában a vöröshagyma, fökhagyma, akkor van a bazsalikom, én szolgalmaztam, én nagyon szeretem a karfiolt, azt is, akkor megvan a saláta, a sóska, akkor sorba mondom, úgyhogy ne akadjon el, akkor salátát, sóskát, hát salátát nagyon sokat kellett, mert 100 darab csirkén van, és annak kellett, mert 21 nagy zacskóval elvetettem, már most kevés van belőle. Hát a forgót megcsináltuk, a vetésforgót, mert ugye ott volt valamikor a lucerna, most itt van a hátam meget, mert utána a csirkéknek az megyen, ha elfogy a saláta, és annak a helyére került a paradicsom, aminek új tetőszerkezetet, minden vász kapott, az egész, hogy jobban nézen ki. Akkor van még itt olyan, hogy gyöngyhagyma, póréhagyma, metélőhagyma, hát ami így közel a háztartáshoz kell. Ugyanakkor a unokáim kedvence, hogy a málna, a szamóca, a ribiszke, a pöszméte, tehát ez is újonnan van most telepítgetve. Már most hozzákezdtünk az augusztusra, a régi anyatelepből újonnan a dobozokba lehajt a hajtásnak, a bajuszokat már rakjuk kis edényekbe, és akkor augusztusban megint új telepítés lesz. Úgyhogy ez egy állandó folyamat, de szeretjük csinálni. És elkészítettük a nagy, mert az is feltétele a verseny kihívásnak, a komposztát, ami alulról ugye megvan, a férjem készíti, ő tudja, miket kell belerakni, azt gyűjtsük. A teteje be volt neki rakva, márciusban edeszkáztük, ott olyan 150-200 darab kipikérozott palánták voltak, tehát onnan jött az összes uborka, minden, amit kukoricát, minden, oda raktam, és akkor ugye felül a fólia által a meleget, alulról megint, hogy beindult a komposzt, a meleget, és nagyon szépek voltak a palánták. Azt hiszem, hogy akkor megint nem az utolsó között fognak végezni, hiszen azért tényleg nagyon szép. Én azt kívánom, hogy legyen egy kicsit kegyesebb az idő, és minden teremjen meg úgy, ahogy szeretné. Hát felkészültünk arra, hogy a vízutánpótlásunk azért meg legyen még sokáig, mert ebben azért tartalék van, ott is van, nem tudom hány köbméter, ami a nagy tartályban van, úgyhogy az biztosítja ezt a kis legfontosabbaknak, ha az eső nem esne, de reméljük, hogy azért kis eső rán gondol majd. Fórizs Lászlóné kertjében vagyunk, ön tavaly is nevezett, idén is nevezett, mi mindent sikerült elveteményezni? Hát betegségem ellenére nagyon elégedett vagyok, hogy 15 féle növényt tudtam elültetni, és a 15 féle növényből mindegyik mutatkozott, és egyik másik lemaradt, valószínű az időjárás miatt, és a sok csapadék is megviselte, de azért az alapvető dolgok, mint a zöldség, sárgarépa, a paprika, amit neveltem, a paradicsom, a karalábé, ezek, sőt, a zöldség helyett egy paszternákot is vetettem, ami helyettesíti a zöldséget, bizonyára teszik ismerni, édesebb ízű, de nagyon kellemes. Ha a zöldség nem kelt volna ki, akkor ételízesítésre ezt használtam volna. Egyébként tököt vetettem, négyféle tök, különböző hagymafélék, négyféle hagymaféle van, van brokkoli elvetve, amíg hát ő most készül fejlődni, uborka, ezen kívül a salátát már azt leszüneteltük, zöldbab, most virágzik, már kis csövecskéje van, hát a zöldborsóhoz nem nagyon van szerencsém, nem tudom másnak ez úgy, hogy alakul a kertjében. Nekem vagy a maggal, vagy az időjárással is probléma volt, talán egy-két főzet lesz, hát végül is ellát. A gyerekeimnek is tudok adni, van felesleges termésem, én piacra nem termelek, a fölöslegeset a szomszédoknak elosztom, és nagy szeretettel is szívesen. És hát azért ez egy napi elfoglaltság, tehát nem 10 percet töltön sem naponta itt a kertben, körülbelül mennyi időt fordít rá? Én úgy gondolom nem sokat. Általában reggel 8 órakor kijövök, ha arra szükség van, és 10 óráig. 10 óra után bemegyek, pihenek a napi sajtót elolvasom, olvasok egy-két verset,
utána hozzáfogok, az ebédemet elkészítem, 2 óráig pihenek, és ha időjárás engedi, kijövök 2 órakor, de ha nem, akkor a házi munkámat folytatom bent, és 4 órától körülbelül 8 óráig vagyok kint a kertben. Akkor ez tényleg nem 10 perces munka, de ahogy ön is említette, ellátja önt, tehát gondolom, hogy ez egyrészt egészséges életmód híve is, meg gondolom, hogy sokat is tud, ugyan dolgozik is érte, de sokat is tud spórolni, hogyha nem a piacon kell ezeket a primőr árukat megvenni. Én egyáltalán nem veszek primőr árukat a piacon, megvárom, amíg az én kis kertem termel. Én türelmesen be is várom, mert én szeretem a házi ízt, és szeretem azokat a dolgokat, amit én termelek. Ezt tudom, hogy ez tiszta, ez bio, ezt vegyszer nem éri, én vegyszert egyáltalán nem használok a kertembe. Ami van komposztnak való, azt fölhasználom, és azzal tárgyázom a talajt. A növényeket pedig, ha a levértetű megjelenik, akkor csalánlével lepermetezem, kis házi permetezővel, és nagyon jó, és tudom, hogy ebbe én mérget ezekbe a növényekbe nem engedek. Tehát én nagyon híve vagyok, egyébként nagy örömmel, koromnál fogva nagy örömmel végzem a kerti munkát, hiszen gyerekkoromban a szüleim beleplántálták az én lelkembe, falusi kislány vagyok, és én a természetben nőttem fel, beleszívtam magamba a falusi környezetet, én örültem a pipacsnak, a szarkalábnak, örültem, amikor szárba szökkent a búza, és annak örültem, amikor édesapám megfogta a kezemet, és kivitt a kertbe, és gyere, az első cseresznye, az első megy a tiéd, és ez egy életre feltöltött. Magammal hoztam, férjem is nagyon szerette a kertet, és mi, mióta itt élünk, már most 40 év óta, mi a kertet állandóan műveljük. Tehát ez egy nem mostani művelés, és különben nem ismertem volna jelentkezni, ha én nem szeretem a kertet, és ha nem tartom rendbe. Ez mindig rendbe volt tartva. Kitartást kívánok önnek, hiszen azért az időjárás még kiszámíthatatlan. Igen. Azt kívánom, hogy azért érjen be minden, amit szeretne, és gyarapítsa az ön kis konyháját. Köszönöm szépen, hát még emellé szeretném, hogyha az egészségemet visszanyerném, és ugyanúgy tudnék mozogni, mint tavaly nyáron mozogtam. Köszönjük szépen. És köszönöm szépen. Varjú Mátyás kertjében vagyunk. Az előbb már mentegetőzött, hogy nem olyan ez a kert, amilyennek szeretné. Számunkra azért ez egy szép kert. A gazdának miért nem tetszik ez a kert? Nekem azért nem tetszik, mert lehet, hogy én voltam egy kicsit korai, mert elvetettem borsót, hagymát, minden, másnap hófehér volt a talaj. Hó alatt, de gyönyörűen, egyedül a céklámmal van probléma, más minden gyönyörűen kikelt, de ennek van egy másik dolga, hogy tavaly már erre gondoltam, csak mondom, a talajt ennek el kell készíteni. Én ősszel felástam, így, ahogy már tudom, ebbe a korba, és megtrágyáztam ebből a szárnyos jószágnak, hogy hívják ki, a trágyájával, plusz még ezek a zöld hulladékok minden benne voltak, így készítettem el tavaszra. És most ezt az eredményt írtam el, amit itt tetszenek látni. És mi minden van itt, hiszen látunk nagyon sok minden zöldségtől kezdve, tényleg itt a tökény minden van. Megszámolta összesen hány fajta van elveteményezve? Megszámolták, de én nem számoltam meg, de 18-19 körül van. Ez azért napi elfoglaltságot jelent, és azért elárulhatjuk a korát, hogy azért már a 70-en túl, a 80-hoz még éppen nem, de ahhoz van inkább közelem, Matyi bácsi. Én 80-en is fejé vagyok, mert 82 vagyok, csak fordítva szoktam mondani, hogy ne legyen olyan sok. Igen, ez volt ez a tréf az előbb, amit itt nekem mondott, igen, de komolyra fordítva a szót. Gondolom, hogy azért a háztartásban is nagyon sokat jelent ez, amit itthon megtermelnek, hiszen tudják, hogy mi kerül az asztalra. Nem az számít, hogy az is számít, nem mondom, hogy nem. Ma egy transport zöld borsót megettünk, retket, jégcsapot megettünk, karalábét nem tudom már hányszor, hanem az, hogy én egy örök mozgó voltam, és nem bírnék leülni, nem bírnék kiülni a kapuba, hogy nézzem, hogy ki jön, vagy ki megy. És ez egy elfoglaltság. Ha esik az eső, annyi cikkot már kapálom. Egy jom ki, mindig a körben olyan, mert alig tudom megfogni, tetszik tudni már, hogy az ujjom milyen, vagy a kezem. Végezem legalább a munkámat, és akkor gyönyörűen telik az idő. Este már kapom a
kikapást, asszonypajtástól, hogy alig tudok menni, de hát hiába, kikapok, az jó. De hát másnap újrakezdés folytatja. Gyümölcsfánk is vannak itt, ezeket is gondozni kell. Látom, a szőlő is szépen megvan már, elő van készítve, tehát itt is szép fürtök alakulnak már. Mi mindent szeretne még itt csinálni, hiszen mondta, hogy valami nem sikerült, ahelyett fog valamit esetleg még elveteményezni, vagy ez már így marad, ahogy van? Úgy marad már, ahogy van, mert szép ritka és nagyobbra nő akkor. Igen, a szőlő is nagyon, mert bort azt nem szeretem, nem is ittem, a nagynéném a bornemesítő volt, vagy szőlőnemesítő helyesebben, de hiába, nem szeretem, de a szőlőt szeretem. És amit lehet, megadok érte. Nem szakmám, kontár vagyok benne. De jó kontára, hogy így a önhumorával mondhatom. Én azt kívánom, hogy az idei éve is azért legyen szép, és teremjen még meg minden, meg érjen be minden, és tudják gazdagítani a konyhai kínálatot, és jövőre meg találkozzunk még egyszer, meg még sokatszor is ezen a versenyen. Szépen, hát szeretnék még, de még van befejezetlen munkám, és azért szoktam így mondani. Akkor jó egészséget kívánunk, Matyi bácsi. Szépen. Amit lehetett, elértem, most már úgy vagyunk, mint a munkások, lejárt a kihordási idő, de cserélni nem lehet a raktárba. Vagyunk bízva. Jó egészséget kívánok! Köszönöm szépen!